woke up with golden sunshine. Good morning, Mr. Sun. Good morning, fellow earthlings. Waking with you is fun. Sometimes I wake up empty. Sometimes I wake up cold. I charge myself so gently, staring up into gold. Ez úgy alakult, hogy igazából először a helyszín volt meg. Tehát az urániások azt mondták, hogy akarnak egy koncertet a Carbon Fools-zal. És akkor, amiután megvolt a helyszín, ami egy mozi, azután eldöntöttük, hát akkor miért ne csináljunk valami olyasmit, aminek köze is van az egész dologhoz, tehát a mozihoz, és akkor eldöntöttük, hát akkor filmzenéket kéne játszani az Urániában. Szóval először volt a helyszín, és aztán jött hozzá az ötlet, hogy hogyan lehetne ezt összehozni, úgyhogy hát, ha már moziban játszunk, akkor legyen valami köze a filmhez is. És akkor összegyűjtöttünk egy csomó jó kis filmzenét igazából. Gyerekkorunkban szerettünk, vagy ami még vannak új dolgok is, ugye? Hát inkább egy kicsit az elmúlt 50 év filmzenéje, inkább mint az elmúlt 5 év filmzenéje. Tulajdonképpen igen. Az volt a jó, hogy nagyon korán megvolt a dátum, tehát már kora tavasszal tudtuk, hogy ez lesz. Persze még pár részlet az levegett a levegőben, de tudtuk, hogy lesz egy ilyen, tudtuk, hogy az Urániában lesz, és azért az elég hamar körvonalazódott, hogy filmzenéket fogunk csinálni. Volt már pár különleges estünk, de filmzenés még nem, és hát a filmszínházban még mit csináljunk. Úgyhogy jó sok időnk volt rám. Szerintem több is van, és mindegyiket áthangszereltük, tehát mindegyiket kicsit karbonosítjuk. Nem akartuk ugyanúgy eljátszani, nem is tudjuk ugyanúgy eljátszani a dalokat, ahogy azok szólnak. Például az egyik, most ellopom Gábortól a szót, a Jesus Christ Superstar, tehát a Jézus Krisztus Superstarba fogunk játszani egy dalt, amit Gábor még 10 évvel ezelőtt Kolozsváron, még amikor otthon élt, egy nagy kolozsvári klasszikus zenekarral és egy rockzenekarral kalöltve csinálták meg az egész musicalt, és akkor ő azt már a legelején mondta, hogy azt nagyon szívesen játszaná. Szóval vannak ilyen régi, nosztalgikus elemek is, és vannak olyanok, amik pedig úgy jöttek, hogy milyen filmeket válogassunk, milyen dalok jöhetnek szóba. Ponyva regény gyakorlatilag mindenki egyből mondta, hogy hát az, abból kéne egy dalt, az eléggé kultikus. És vannak, amik ilyen egyszerűen így mind az öt oldalról egyszerre jöttek, hogy az például legyen. Mindenképp van olyan terv, hogy tovább vigyük ezt az egész dolgot, mert hogy hát most egy nyarat próbáltunk, erre nagyjából olyasmi, elég sokat próbáltunk, és a másik, ami nagyon jó benne az, hogy én nagyon szeretem a Carbon, meg nagyon szeretek zenélni, meg mit tudom én, de valahogy ez a műsor egy ilyen külön érzés hozott elő belőlem, mert olyan dalokat énekünk, például a Jesus Christ Superstar, ez egy gyerekkoromnak egy ilyen nagyon fontos része volt, kazettán hallgattuk a húgommal annak idején. És akkor ilyen Leon a profi, az is ilyen tini koromnak egy nagyon meghatározó film, és akkor abból is játsszuk a Stingnek a Shape of My Heart című számát. És olyan dolgok, amelyek úgy régóta nem éreztem magam próbálni, úgyhogy hú, milyen jó lenne ezt előadni most valaki előtt, mert hogy nagyon átérezzük. Úgyhogy ezt mindenki fogjuk tovább is csinálni, csak hát először legyen meg a koncert, és aztán meglátjuk, hogy mit kezdünk vele, de nem fogjuk csak úgy elengedni ilyen egyszerű alkalommal. Most pont a legutóbbi próbákon beszéltünk arról, hogy tényleg, hogyha már kész van, akkor most már azon gondolkodunk, hogy mikor megyünk stúdióba, hogy pár dalt felvegyünk. Lehetséges, hogy ki is fogjuk őket adni, mert nagyon megfogott minket. Olyan zenekar vagyunk, hogy nem csak a saját zenéinket szeretjük játszani, nagyon sok más zenét is játszottunk életünkben is, eddig is, és továbbra is szeretnénk, és nagyon szeretjük, hogy más hatalmas zeneszerzőknek a nagyon jó dalait játszhatjuk. És másokon nehogy lemészároljuk a dolgot, mert amikor ilyen nagyon klasszikus dolgokat játszol, nagyon könnyű teljesen tönkretenni őket. Azt mondom, átalakítom az én stílusomra, de ez a dal magában annyira jó már, hogyha kicsikét hozzányúlsz is, akkor már rossz lesz. Úgyhogy ennyien izgulunk, legalábbis én személyesen izgulok emiatt, hogy nem nyúltunk egyikhez sem nagyon hozzá. Egy kicsikét hangszínekben változtak a dolgok, kicsit lefeltranszponáltuk őket. És nagyon remélem, hogy nem mészároltuk le egyiket sem a közönség szemszögéből sem. Régóta porlepi a küszöböm, köszönöm. Nem löki senki sem, már arrébb a könnyököm. Hát nagyon kettős most a helyzetünk olyan szempontból, hogy a Carbon Fools-nak volt egy nagyon sikeres időszaka körülbelül 7-8 évvel ezelőtt.
aminek mi nem voltunk részesei, és utána volt egy nagy váltás, ugye énekes és gitárfronton is, utána nyilván ez egy törés bárkinek, bármilyen zenekarnak az életében, a Carbon Fuse-ban is az volt, és most kvázi a mostani útunk az egyrésztről arról szól, hogy rengeteg régi rajongó az elhagyott minket, mert ők pont azt a két embert, hogy pont azt az atmoszférát szerették, amit ők tudtak hozzátenni a zenéhez, viszont sokan megmaradtak, és azt látjuk, hogy és ez nagyon, nagyon éltet minket, hogy most is tudunk új embereket megfogni, új rajongókat szerezni, és hát nem direkt be hozzánk, de több oldalról érkezik a szakma felől is egy olyan visszajelzés. Hát tipikus példa, amikor a hangmérnökünk úgy jön hozzánk oda koncert után, hogy ezek a csávók itt, akik a helyi technikát adják, hát ők minden héten 20 koncertet meghallgatnak, de soha nem látom őket táncolni, és az nekünk is nagyon jó érzés. Hát meg most történt ez olyan helyzet, hogy bekerültünk valami tananyagba is. Mi a sztori ennek? Van egy ilyen Carbon csoport, ahol mindenki feltesz Carbonnal kapcsolatos, ez ilyen rajongói csoport, de mi is benne vagyunk, hogy nézzük, hogy mit mondanak az emberek. És akkor most valaki bevezette, gyerekeket tanít angolul, azt hiszem az a sztori, és akkor bevezette a Carbon szövegeket a tananyagban valamilyen szinten. Nem tudok túl sokat róla, de olvastam én is a képet, ott van, ki van nyomtatva, és akkor veszi a szöveget, és akkor úgy tanulnak angolul, hogy a szöveget tanulják, és akkor értelmezik meg hasonló. Igen, tehát mi pont úgy állunk, hogy kb. Én úgy éreztem, hogy a pandémia előtt fixen feltornáztuk a zenekart megint arra a szintre, ahol hogy nagyjából szerettük volna, és akkor beütött a pandémia, de most megint nagyon sok koncert van, úgyhogy talán nem kell megint nulláról kezdeni az egészet. Most rengeteg számunk van félig elkészülve, és most egy elég hosszabb periódus volt, amikor nem adtunk ki dalokat a szobadiszkon kívül. Hát a Carbon általában minden évben kiad egy albumot, most úgy döntöttünk, hogy szingolokra fogunk rá, mert mindenki ezt csinálja, most ez megy jobban, mit tudom. De rég nem adtunk ki dalokat, de most már nagyon-nagyon készülünk, és most már nagyon-nagyon várjuk, úgyhogy... Most több magyar dalt fogunk játszani, és csak ezzel tudunk igazán szólni a körülöttünk lévő emberekhez. Oh, yes. Oh,